A haditerv másnap délután, a gyorsírási óra után már készen volt. A gyorsírási órának ötkor volt vége, s az utcán már gyújtogatták a lámpákat. Az iskolából kijövett Boka azt mondta a fiúknak. Mielőtt támadnánk, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint ők. Én magam mellé fogom venni a két legbátrabb emberemet, és kimegyünk velük a fűvészkertbe. Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és oda szegezzük a fára ezt a papírost. Azzal elővette zsebéből egy darab kapíros papírt, amelyre csupa nagybetűvel ez volt írva. Itt voltak a pál utcai fiúk. A többiek áhítattal nézték a papírost. Csónakos, aki nem tanult gyorsírást, de akit a kíváncsiság ide vonzott, megjegyezte. Valami gorombaságot is kellene arra a papírra írni. Boka tagadó arázta a fejét. Nem szabad, sőt, mi nem fogunk olyasmit cselekedni, amit őt átsverített, amikor elvitte az ászlónkat. Mi csak meg fogjuk nekik mutatni, hogy nem félünk tőlük, s oda merünk menni az ő birodalmukba, ahol a gyűléseiket tartják, és ahol a fegyvereik le vannak rakva. Ez a darab piros papír, ami névjegyünk. Ezt ott hagyjuk nekik. Csele is megszólalt. Kérlek, mondta, én úgy hallottam, hogy ők ilyenkor este vannak ott a szigeten, és rablóban szoktak játszani. Nem baj. Ácsferi is olyankor jött, amikor tudta, hogy mi a grondon leszünk. Aki fél, az nem jön velem. De senki se félt, sőt, nemecsek határozottan bátornak mutatkozott. Látni való volt, hogy érdemeket akar szerezni az előréptetésre. Büszkén állott elő. Én veled megyek. Itt az iskola előtt ugyanis nem kellett haptákba állani és szalutálni, mert csak a grondon voltak érvényesek a törvények. Itt mindenki egyforma volt. Csódakos is előállott. Én is. De Ígérd meg, hogy nem fogsz fütyölni? Megígérem, csak mo most. Hagyjatok még egyszer, utoljára fütyölni egyet? Hát, fütyölj. Csónakos pedig fütyentett, amolyan jót, kedvére valót, hogy az emberek visszafordultak az utcát. Most kifütyöltem magamat mára, mondta boldogan. Buka cseréhez fordult. Te nem jössz? Mi csináljak? Szólt szomorúan csele. Nem mehetek, mert otthon kell lennem fél hatra. Az édesanyám számon tartja, hogy mikor végződik a gyorsírás óra, és félek, hogyha ma elkésem, többet aztán nem enged sehova. És roppantul megijedtennél a gondolatnál. Vége volna mindednek, a grunnak, a főhadnagyságnak. Hát akkor maradj. Elviszem magabbal csódakost és nebecseket. És holnap reggel az iskolában megtudtok mindent, ami történt. Kezet fogtok, Bokának eszébe jutott valami? Mondjátok, ugye geréb ma nem volt gyors órát? Nem. Talán beteg? Nem hinném, délben együtt mentünk haza. Kótya baja volt. Nem tetszett neki geréb viselkedése? Geréb a legnagyobb mértékben gyadús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentő nézett a szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiún, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van, addig ő belőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Ő benne sokkal több volt a vér, a vakmerőség. A Boka csöndes, okos, komoly természete, nem tetszett neki. Ő magát sokkal különlegénynek tartotta. Tudja, Isten, mondta csöndesen, és elindult a két fiúval. Csódakos, komolyan ment mellette, Nemecsek pedig vidább volt, és úszott a boldogságban, hogy végre ilyen keveset magával vesz részt egy érdekes kalandban. Oly vidám volt, hogy Boka meg is rótta. Ne bolondozz, ne mecsek. Vagy talán azt hiszed, hogy mulatni megyünk? Ez a kirándulás sokkal veszedelmesebb, mint gondolod. Emlékezzél csak a pásztorokra? Ennél a szónál aztán a kis szőkének is a torkának adta bolondozás. Hiszen Ácsferi is Rettenetes fiú volt, sőt, íre járt, hogy kicsapták a reáliskolából. Erős gyerek volt, és hihetetlenül merész. De volt a szemében valami kedves és meggyerő, ami a pásztorok szeméből hiányzott. Ezek mindig lehajtott fővel jártak, koboran és szúrósan néztek. Nabbardított fekete fiúk voltak, és még soha senki nem látta őket nevetni. A pásztoroktól lehetett félni. És a három kislegény sietve bent kifelé a végtelen üllői úton. Most már egészen besötétedett. Korán este lett. A lámpák mind égtek már az úton, és ez a szokatlan idő nyugtalanná tette a fiúkat. Ők ebéd után szoktak szórakozni. Ilyenkor ők nem jártak az utcán, hanem otthon kuksoltak a könyveik mellett. Némán mentek egymás mellett, és negyed óra alatt kiértek a fűvészkerthez. A kőfal mögül ijesztő emberettek feléjük a nagy fák, melyek most kezdtek lombosodni. A szél zúgott a friss lombok között. Sötét volt, és ahogy elterült előttük az óriási fűvészkert a maga titokzatos, zárt kapujából, rejtelmesen susogva megdobbant a szívük. Nemecsek csöngetni akart a kapun. Az istenért valahogy ne csöngess, mondta Boka. Megtudják, hogy itt vagyunk, vagy az úton találkozunk velük, és különben se nyitják ki nekünk a kaput. Hát, hogy megyünk be? Boka a szemével intett a fal felé. A falon? A falon. Itt? az ülői úton. Dehogy! Megkerüljük a kertet, hátul sokkal alacsonyabb a fal. Azzal befordultak a sötét kis utcába, ahol a kőfalat csak hamar palánk váltotta fel. Itt baktattak a palánk mellett, keresve valami alkalmas helyet, ahol be lehetne mászni. Egy helyen Ahová az utca lámpa világossága nem hatolt el, megállottak. A deszkapalánkon belül, közvetlenül a palánk mellett egy nagy akácfa állott. Ha itt fölmászunk, suttogta Boka akkor ezen az akácfán könnyű lesz lemászni. És azért is jó, mert a fadetejéről messzire elláthatunk, és megfigyelhetjük, hogy nincsenek-e a közelben? Ezt a másik kettő is helyeselte, és a következő pillanatban már hozzá is fogtak a munkához. Csónakos legugolt, s kezével a palánknak támaszkodott. Poka óvatosan fölállott a vállára, s benézett a kerítésen. Nagy csöndben voltak, egyikük se pisszent. Miután Boka meggyőződött arról, hogy nincs a közelben senki, intett a kezével, Nemecsek pedig oda súgta csónakosnak. – Emelt! – és csónakos beemelte a palánkon az eldökött. Az elnök felkapaszkodott a palánk tetejére, és ekkor recsegni, ropogni kezdett alatta a korhadó alkotmány. – Ugorj be! – súgta csónakos, még néhány roppanás hallatszott, s a következő pillanatban tompa puffadás. Boka bent volt, egy veteményes ágy kellős közepén. Utána Nemecsek mászott be, majd Csónakos. De Csónakos előbb fölbászott az fára. Ő értett a fára mászáshoz, mert ő vidéki fiú volt. A másik kettő alulról kérdezgette. – Látsz valamit? – Folytott hang felelt a fa tetejéről. – Nagyon keveset, mert sötét van. – A szigetet látod? – Azt látom. – Van ott valaki? – Csódakos figyelmesen hajolt jobbra-balra az ágak közt, s merően nézett a sötétbe, a tó felé. A szigeten nem látni semmit a fáktól, meg a bokroktól, de a hídon... Itt elhallgatott. Főjebb bászott egy ággal, onnan folytatta. Na, most már jól látom. A hídon két alak áll. Boka csöndesen szólt. Ott vannak a hídon azok az őrök. Aztán újra recsegtek az ágak. Csónakos lemászott a fáról. Nagy csöndben állottak ott hárban, s azon gondolkoztak, hogy most mit évők legyenek. Legubbaszkodtak egy bokor mögé, hogy senki meg ne láthassa őket, s ott csöndes, suttogó hangon indult meg a tanácskozás a legjobb lesz, mondta Boka, ha most itt a bokrok mentén valahogy eljutunk a várromig. Tudjátok, van ott egy várrom, arra jobbra, egy domb szélébe van beépítve. A másik kettő némán intett, hogy ismeri ezt a helyet. A várromig el lehet jutni óvatosan, gugolva a bokrok közt, ott aztán valamelyik fel fog mászni a dombra, és körülnéz. Ha nincs senki, akkor hasra fekszünk, és lemászunk a dombról. A domb egyenest a tónak megy, ott aztán elbújunk a sás között, és majd meglátjuk, mit csinálunk. Két villogó szempár figyelte bokát. Csónakos, meg nemecsek minden szavát szentírásnak vette. Boka megkérdezte. Jó lesz? Jó, intett a másik kettő. Hát akkor rajta, előre. Csak értek mindenütt utánam. Én ismerem itt a járást. És elkezdett négy kézláb mászni az alacsony bokrok között. Alig tördelt a földre két kísérője, hosszú éles fütty hallatszott a távolból. Észrevettek, mondta nemecsek, és talpra ugrott. Vissza, vissza! Hasaj le! Adta ki boka a parancsot, és erre, mind a hárban lehasaltak a fűbe. Visszafolytott lélegzette a várták, hogy most mi fog történni, csak ugyan észrevették volna őket. De nem jött senki! A szél zúgott a fák között. Boka suttogva szólt: Semmi! De ekkor újra éles füty hasította a levegőt. Ismét vártak, de megint nem jött senki! Nemecek reszketve szólt egy bokor tövében. K Körül kellene nézni a fáról. Igazad van. Csónakos, menj fel a fára. És Csónakos, mint a macska, már fent is volt megint a nagy akárcván. Mit látsz? A hídon alakok mozognak. Most négyen vannak, most kettő visszament az igetre. Akkor rendben van minden. – mondta megnyugodva Boka. – Gyere le! – a fügy azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket. Csónakos lejött a fáról, és azzal elindultak mind a hárban, szépen négy kézláb a dom felé. A nagy, titokzatos fűvészkertre ilyenkor ráül a csönd. A látogatók elmennek a jelző harangszóra, s nem maradott más idegen, mint csak az, aki rossz járatban van, vagy az, aki haditerveket forgat a fejében, mint ez a három kis sötét alak, aki gombócágúbbaszkodva lopózott egyik bokordól a másikig. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem. Oly fontosnak érezték a küldetésüket. Sőt, őszintén megvalva, egy kis félelem is szorult beléjük. Nagy merészség kellett hozzá, a vörös ingesek jól felszerelt várába, egy kis tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon, mely a szigetre vezet, őrök álladak. Talán éppen a pásztorok, gondolta nemecek, és eszébe jutottak a szép, finom, színes golyók, amelyek közt üveggolyó is volt. És még most Boss is bosszankodott arra a gondolatra, hogy épp akkor hangzott el az a borzasztó Einstein szó, amikor ő gurított, és mindezt a sok szép golyót megnyerte volna. Jaj! Kiáltott nemecsek. A másik kettő ijedte, hagyta abba a mászást. Mi az? Nem Nemecsek akkor már térden állott, és az ujját tövig beszopta. Mi történt veled? Kisevette ujját a szájából, úgy felelt. Csalámba léptem a kezemmel. Szopt csak, szopt, papuskám, mondta csódakos, De esze volt és a saját kezét bekötötte a zsebkendőjével. Csúsztak, másztak tovább, és csak abar a dombhoz értek. Ide a domb egyik oldalába, mint már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, ami őt nagy úri kertekbe szokás építeni, gondosan utánozva a régi várak építési módját mesterséges mohával teletűzdelve a nagy kövek közeit. Ez itt a várrom, magyarázta Boka. Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörös ingesek ide is kiszoktak rándulni. Csódakos is megszólalt. Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a fűvészkertben vár lett volna. Á, ez csak Róm. Ezt már Rómnak építették. Nemecsek nevetni kezdett. <laughs> hát, ha már építették, miért nem építettek új várat? Száz év múlva magától Róm lett volna belőle. Ennyed, de jó kedved van, szólt rá a boka. Bezzek, ha majd szemedbe néznek a pásztorok, elmegy a kedved a tréfától. Valóban a kis neme a a pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy bajban van. Folyton emlékeztetni kellett rá. És azzal fölfelé kezdtek mászni a bocabokrok közt, a romkövein kapaszkodva a dobra. Most csónakos ment elől. Egyszerre úgy, ahogy volt. Négy kézláb megállott. Fölemelte a jobb kezét, majd hátrafordult, és ilyet hangon szólt: Itt jár valaki? Lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakartak is alakjukat, csak a szemeik villogtak ki a sűrűből. Figyeltek! Tedd a földre a füledet, csónakos! Adta is uttogva a parancsot, Boka? Az indiánok így szoktak hallgatózni. Így könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben. Csódakos engedelmeskedett. Lehasalt a földre, s egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre hajtotta a fülét. De rögtön fel is kapta. <laughs> Jönnek, suttogta rébülten. Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. És ez a titokzatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak nemecsek szólalt, meg halk, nyöszörgő hangon. Én haza szeretnék menni. Csónakos nem vesztette el a kedélyét. Ezt mondta. Lapulj meg, papuskám! De miután nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Boka kidugta a fejét a fűből, és haragtól villogó szemmel szólt rá. Persze, suttogva, hogy el ne árulja magát. Közlegény! Lapuljon meg a fűben. Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett, nem meglapult. A titokzatos valaki pedig egyre csörtetett. De most már úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, és nem feléjük jönne. Boka újra felágaskodott a fűben, és szétnézett sötét alakot látott, aki most már lefelé ment a dombról, s botjával a bokrokat piszkálta. Elment, mondta a fűbe hasaló fiúknak. Az őr volt. A vörös őre? Nem, a fűvészkert őre. Erre lélegzettek. Felnőtt embertől ők meg nem ijedtek. Példa reá a bibircsókos orru öreg honvéd a múzeumkertben, aki nem bírt velük. Tovább folytatták a mászást. De ekkor úgy látszik az őr meghallott valamit, mert megállt és fülelni kezdett. Észrevettek, vettek, dadogta Nemecsek. Most mind a ketten bokára néztek, várva intézkedését. Be a romba! Adta ki a parancsot boka. Mind a hárban hanyat homlok bucskáltak lefelé a dobbon, melyre az imént oly óvatosan másztak fel. A romnak kis csúcséves ablakai voltak ilyetten vették észre, hogy az első ablakot vasrács védi. A másodikhoz csombolyogtak. Azon is vasrács volt. Egy helyen végre találtak a kövek közt egy akkora hasadékot, amelyen éppen befértek. Bebújtak a sötét fülkébe, és lélegzetüket is visszafojtották. Az őr alakja elhaladt az ablakok előtt, Innen látták, hogy most végképp elmegy a kert üllői úti része felé, ahol a lakóháza volt. Hála Istennek! Szólalt meg csónakos. Ezen átestünk, és azzal körülnéztek a sötét fülkében. Nyirkos, dohos volt itt a levegő, mintha valami igazi vár pincéjében lettek volna. Motorkálás közben egyszerre megállott boka. Elbotlott valamiben. Lehajolt, és fölvette ezt a valamit. A másik kettő odaugrod melléje, és az alkonyat gyér világosságánál látták, hogy az a valami egy tomahawk. Olyan amin aminővel a regények tanulsága szerint az indiánok szoktak hadakozni. A fából volt faragva, s ezüst papírral volt beragasztva. Félelmetesen csillogott a sötétben. – Ez az övék! – mondta áhítattal nemecsek. – Úgy van, jegyezte meg Boka. S ha ez az egy itt volt, akkor itt többnek is kell lennie. Kutatni kezdtek, és az egyik sarokban még hetet találtak. Ebből könnyű volt kitalálni, hogy nyolcan vannak a vörös ingesek. Úgy látszik, ez volt a rejtett fegyvertáruk. Csónakosnak az volt az első gondolata, hogy a nyolc szekercét hadizsákmány el kellene vidni. – Nem, szólt Boka. Azt nem tesszük, ez egyszerű lopás volna. Csónakos elszégyelte magát. Most beszélj, papuskám. Bátorodott neki nemecsek, de boka gyöngéden oldalba bökte, mire elhallgatott. Ne vesztegessük az időt. Másszunk ki és fel a dombra. Nem akarom, hogy akkor érjünk a szigetre, amikor már nincs ott senki. Ez a merész gondolat aztán újra kedvet adott nekik a kalandhoz. A szekercéket szétszórták a fülkében, hogy lássák, járt itt valaki, aztán kibáztak a hasadékon, és most már bátorságva kapva siettek fel a dom tetejére. A dom tetejéről messzire el lehetett látni. Megálltak egymás mellett, és szétnéztek. Boka egy kis csomagot vett ki a zsebéből. Újságpapírost göngyölt le róla, s a papírosból egy kis gyöngyház távcsövet vett elő. Ez a cselenővérének a színházi kérja. mondta és beledézett. De szabad szemmel is el lehetett látni a szigetre. A kis sziget körül fény lett a kicsinket ó, ahol a vízidövényeket tenyésztik s amelynek a partja sűrű, be volt nőve sással, meg náddal. A sziget lombos fái, magas bokrai közt kicsi fénypont csillogott. Erre a látványra mind a három fiú elkomolyodott. Ott vadnak, szólt folytott hangon csónakos. Nemecseknek a lámpa tetszett lámpájuk is van. A kis fénypont izget mozgott a szigeten, hol eltűnt egy bokor mögött, hol megint fölvillant a parton. Valaki vitte a lámpát videóta. Úgy látom, szólt Boka, aki el nem vette volna a szeme elől a távcsövet egy pillanatra sem. Úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti gyakorlatot tartanak, vagy. Itt hirtelen elhallgatott. Nos? kérdezte aggódva a másik kettő. Szent Isten! mondta Boka egyre a távcsőbe nézve. Az, aki a lámpát viszi, az. Nos, ki az? ismerős alak, csak nem. Följebb ment, hogy jobban lásson, de akkor a lámpa fény eltűnt egy bokor mögött. Boka levette szeme elől a gukkert. Eltűnt, mondta csendesen. De ki volt? Nem mondhatom meg, nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam venni, eltűnt előlem. És amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit meggyanúsítani. Talán valaki a mieink közül? Szomorúan felelt az eldök. Azt hiszem. De hiszen ez árulás kiáltott fel csódagos, elfeledkezve arról, hogy csöndben kell maradni. Hallgass! Ha odaérünk, mindent meg fogunk tudni. Légy addig türelebből. Most bizony már a kíváncsiság is hajtotta őket. Boka nem akarta megmondani, kihez hasonlított a lámpás alak. Találgatták, de ezt is megtiltotta az elnök, azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad gyanúba keverni senkit. Izgatottan siettek le a dombról, s len ismét négy kézláb folytatták útjukat a fűben. Most már észre se vették, ha tüske, csalám vagy éles kavics akadt a kezük alá. Siettek. Nében csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tópartjához. Oda Odaértek, itt föl lehetett állni, mert a sűrű sás nád meg a parti bokor, olyan magas volt, hogy eltakartak is alakjukat. Boka hidegvérrel adta ki a parancsokat. Itt valahol egy csónaknak kell lenni. Én majd jobbra megyek a parton keresni a csónakot nemecsekkel, te meg csónakos, balra így. Aki előbb akad rá a csónakra, az megvárja a másikat. Néma csöndben rögtön el is indultak. De alig tettek néhány lépést, buka a sás között meglátta a csónakot. Várjunk, mondta. Vártak, még csodakos majd egészen megkerüli a tavat, és a túlsó oldalról visszakerül ide. Leültek a partra, s kis ideig a csillagos eget nézték. Aztán figyeltek, hogy nem hallatszik-e át valami beszéd a szigetről. Nemecsek, okos akart lenni. Te, mondta, majd én a földre hajtom a fülemet. Hagy csak a füledet békén, szólt Boka. Azt ugyan hiába hajtanád vízpartján a földre, de ha lehajolunk a víz fölé, ott jobban hallunk. A halászokat láttam, amint a Dunán a víz fölé hajóvad is koráltak egymással az egyik partról a másikra. Este a víz kitűnően viszi a hangot. Le is hajoltak a víz fölé de nem hallottak érthető szavakat. Csak suttogás, motoszkálás hallatszott a kis szigetről. Közben megérkezett csónakos, és búsa jelentette. Nincs csónak sehol. Ne búsulj, papuskám! Végaztalt a nemecsek. Már megvan. És elindultak le a csódak felé beleülünk? Nem itt ülünk bele, szólt Boka. A csónakot előbb odavontatjuk a híddal át ellenben eső partra, hogyha észrevesznek, ne legyünk a híd közelében. A hídtól legmesszebb esőponton fogunk átevezni, hogy nagyot kelljen kerülniük, ha utánunk akarnak szaladni. Ez az előre előrelátó okosság tetszett a másik kettőnek. Bátorságot öntött beléjük az a tudat, hogy a vezérük ilyen okos fiú, és ilyen egyenesen tud számítani. A vezér pedig megszólalt. Kinél van spárga? Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a csónakos zsebében. Volt abban bicska, spárga, golyó, részkivincs, szög, kulcs, rongy, noteszkönyv, sófúzó, meg még Isten tudja micsoda. Elővette a spárgát, és ezt boka rákötötte a csónak órán lévő karikára és azzal a parton vontatni kezdték nagyon lassan, óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. Miközben vontatták, folyton figyelték a szigetet. És mikor elérkeztek arra a helyre, ahol be akartak ülni a rozoga alkotmányba, ismét hallották az iménti fütyöt. De most már nem ijedtek meg tőle. Tudták jól, hogy ez jelenti az őrváltást a hídon. És már csak azért sem voltak most már édősek, mert úgy érezték, hogy benne vannak a harc hevében. Így vannak ezzel az igazi katonák is az igazi háborúban. Amíg nem láttak ellenséget, minden bokortól ijedeznek. Mikor aztán az első golyó elfügyült a fülük mellett, Neki bátorodnak, szinte megrészegetnek tőle, és elfelejtik, hogy a halálnak rohadnak. A fiúk beültek a csódakba. Elsőnek boka lépett bele, másodiknak csúdakos. Nemecsek félénk kell lépkedett az izapos parton. Gyere, gyere, papuskám, biztatta csónakos. Jövök, papuskám, mondta Nebecsek. Azzal egyet csúszott, ilyetében belekapaszkodott egy vékony nátszálba, és szó nélkül belepottyant a vízbe. Nyakig merült a lébe, de kiáltani nem mert. Rögtön felállott a sekély mederben, és nagyon nevetséges kis figura volt, amint csurgott róla a víz, s a kezében még mindig görcsösen szorongatta a tolszár vékonyságú dátszállat. Csódakos nem tudta visszatartani a nevetést. Kipuffant. – Itt áll, papuskám! – Nem ittam, mondta ilyet arccal a kis szőke, s amúgy vizesen, sárosan, csurogva, csöpögve beült a csódakba. Még sápat volt az értségtől. Nem hittem volna, hogy ma még fürödni is fogok, mondta csendesen. De nem volt veszteni való idő. Boka, meg csónakos, megkapták az evezőket, és ellökték a partól a csónakot. A nehéz csónak lustán lendült ki a vízre, és fölfodrozta a csöndes tavacskát maga körül. Az evezőket nesztelenül mártogatták a vízbe, és olyan nagy volt a csönd, hogy tisztán lehetett hallani, amint a csónak orrában és kis nemecseknek vacogott a foga. Néhány pillanat múlva a sziget partjára szaladt a csónak. A fiúk sietve jöttek ki belőle, és azonnal lebújtak egy bokor bögé. Na, idáig is eljutottunk volna, mondta Boka, s halkan óvatosan mászni kezdett a parton. A másik kettő utána. Hú, fordult vissza az eldök. A csónakot nem hagyhatjuk magára, ha meglátják, nem tudunk elmenekülni a szigetről. A hídon őrök állnak. Te maradj a csónaknál, úgyis csónakos a nevöt. És ha valaki észreveszi a csónakot, vedd a szádba az ujjadat, és fütyölj akkorát, amekkorát csak tudsz. Mi majd visszarohanunk, beugrunk a csónakba, és te eltaszítod a parttól. Csónakos visszakullogott a ladikhoz, és titokban annak örült, hogy talán lesz alkalma egy akkorát füttyenteni, amekkorát csak tud. Boka pedig tovább ment a kis szőkével a víz mentén. Ahol a bokrok magasabbak voltak, ott felállottak, és úgy osontak tovább. Az egyik ilyen magas bokornál aztán megállottak. Itt félrehajtották a lobbot beláttak a sziget közepére, melyen kis tisztás volt. S ekkor meglátták a vörös ingesek félelmetes csapatját. Nemecseknek dobogni kezdett a szíve. Közelebb sívult bokához. Ne félj! Súgta a fülébe az eldök. A tisztás közepén nagy kő volt, s a köfön volt a lámpa. A lámpa körül guggoltak a vörös ingesek. Valóban mindjájának vörös volt az inge. Ács Feri mellett guggolt a két pásztor, és a kisebbik pásztor mellett valaki, akinek nem volt vörös torda inge. Boka érezte, mint nemecsek reszketni kezd mellette. Te, te, mondta nemecsek, de csak ennyit tudott mondani. Te, te, aztán halkan hozzátette. Látod? Látom, szólt szomorúan Boka. A vörös ingesek mellett ott gugolt Geréb tehát nem csalódott, mikor a dombról erre nézett. Valóban geréb volt az, aki a lámpával járt kelt az imént. Most kettőzött figyelemmel figyelték a vörös inges csapatot. A lámpa furcsá világította meg a sötét arcú pásztorokat, meg a többiek vörös ingét. Mind hallgattak, csak geréb beszélt csöndesen. Valami olyat adhatott elő, ami nagyon érdekelte a többit, mert mind feléje hajoltak, s nagy figyelemmel hallgatták. Az esti nagy csöndben a két pálucai fiú is hallotta gerépszavait. Ezt mondta. A grundra két felől lehet bejutni. Be lehet menni a Pál utcáról, de onnan nehéz, mert törvénybe van írva, hogy aki bemegy, annak be kell reteszelni maga után az ajtót. A másik bejárás a Mária utca felől van. Itt a gőzfűrész nagy kapuja tárva nyitva áll, s a farakások közt el lehet innen jutni a Grundra. Ez csak azért nehéz, mert a farakások közt az utcákban erődök vannak. Tudom. Szólt közbe Ács felé, mély hangon, mely megborzongatta a pál utcaiakat. Tudhatod, hiszen ott voltál. Folytatta geréb. Az erődökben őrök vannak, és ezek azonnal jelt adnak, ha valaki közeledik a farakások közt. Nem is ajánlom, hogy arról jöjjetek, tehát arról volt szó, hogy a vörös ingesek oda a grundra. Gerép tovább beszélt. A legjobb az lesz, ha előre megbeszéljük, hogy mikor jöttök. Akkor majd én megyek be a grundra utolsónak, és nyitva hagyom a kis ajtót. Nem fogom bereteszelni. Jól van, szólt közbe Ácsferi. Ez helyes, a világért sem akarom olyankor elfoglalni a grundot, amikor nincs ott senki. Annak rendje és módja szerint háborút fogunk viselni. Ha ők meg tudják védeni a grundjukat, jó. Ha nem tudják megvédeni, elfoglaljuk és kitűzzük a vörös zászlónkat. Nem kapzsiságból tesszük, hiszen tudjátok az egyik pásztor szólalt most meg. Azért tesszük, hogy legyen hol labdáznunk. Mit nem lehet, és az Eszterházi utcába mindig veszekedni kell a helyért Nekünk labda terület kell, és pontom. Íme épp olyan okból határozták el a háborút, mint amilyen okokért az igazi katonák szoktak harcolni. Az oroszoknak tenger kellett, azért hadakoztak a japániakkal. A vörösingeseknek labdahely kellett, s miután másképp nem ment, háború útján akarták megszerezni. Tehát annyiban maradunk, szólt a vörösingesek vezére, ácsferi, hogy a megbeszélés szerint nyitva fogod felejteni a pál utcai kiskaput. Igen, mondta Geréb. Szegény szőkek és nemecseknek azonban most már nagyon fájt a szíve. Ott állott csuromvíz ruhában, nagyra nyitott szembel nézve a tűzfény körül ülő vörös ingeseket, s köztük az árulót. Annyira fájt a szíve, hogy mikor gerép szájából elhangzott az igen, amely azt jelentette, hogy gerép hajlandó elárulni a grundot, sírva fakadt. Megölelte bok a nyakát, csöndesen zokogott, és csak azt mondogatta. Elnök úr, elnök úr, Elnök úr! Boka szelíden eltolta magától. Most nem érünk semmit a sírással. De az ő torkát is folytogatta valami. Nagyon szomorú dolog volt az, amit Gerép itt bűvelt. De most hirtelen ácsferi intésére felállottak a vörös ingesek. – Haza fogunk menni – szólt a vezér. – Mindenkinek megvan a fegyvere. – Igen – mondták egyszerre valamennyien, ilyen. fölvették a földről hosszú faláncsáikat, melyeknek a végén pici vörös zászlócska volt. – Előre – vezényelte ácsferi – be a bokrok közé, gólába rakni a fegyvereket. És elindultak mind ácsferivel az élükön a kis sziget belseje felé. Geréb is velük ment. A kis térség üres maradt. Közepén a kő, a kövön az égő lámpa. Hallatszottak a lépteik, amint egyre távolodtak mentek befelé a sűrűbe elrejteni a láncsáikat. Boka megbozdult. Most! Súgta oda nemecseknek, s a zsebébe gyúlt. A piros cédulát vette elő, melybe már bele volt illesztve egy rajszög. Félrehajtotta a bokor ágait, s hátra szólt a kis szőkének. Itt várj! Meg se és azzal beugrott a kis tisztásra, ahol az előbb még körben ültek a vörös ingesek. Nemecsek még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy nézett utána. Bokának első dolga az volt, hogy a nagy fához ugrott, mely a tisztás szélén állott, s mely lombkoronájával, mint valami nagy erdő, az egész szigetet betakarta. A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a piros cédulát, s azzal a lámpához osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, s belefújt. A gyertya elaludt, s e pillanatban nemecsek bokát is elvesztette szem elől. De még hozzá sem szokott a szeme a sötétséghez. Már mellette állott boka, s karon fogta rohany utánam, ahogy csak tudsz. Azzal vágtatni kezdtek a sziget partjára, a csónak felé. Mikor csónakos meglátta őket, beugrott a ladikba, a partnak támasztotta az evezőt, hogy minden pillanatban kész legyen az indulásra. A két fiú beugrott a csónakba. Mehetünk, lihegte boka csónakos neki feszítette a partnak az evezőt, de a csónak nem indult. Nagyon erősen szaladtak neki idejövet a partnak, s a csónak félig szárazabb volt. Valakinek ki kellett szállnia belőle, hogy megemelje az orrát, s beletaszítsa a vízbe. De már ekkor hangok hallatszottak a tisztás felől a vörös ingesek visszatértek a fegyvertárból, s eloltva találták a lámpát. Meleinte azt hitték, hogy a szél futta el, de mikor Ács Feri megnézte, látta, hogy a lámpa kis ablaka nyitva van. – Itt járt valaki! – kiáltotta bömbölő hangján, s olyan hangosan, hogy a csónakkal killódó fiúk is meghallották. Meggyújtották a lámpát, s ekkor mindenkinek szemébe tűnt a fára tűzött cédula. Itt voltak a pál utcai fiúk. A vörösingesek összedéztek. Ács Feri elkiáltotta magát. Hát, ha itt voltak, akkor még itt is vannak. Utánuk! Nagyot fütyentett. A hídról besiettek az őrök és jelentették, hogy a hídon senki sem jöhetett be a szigetre. Csónakon jöttek, mondta a fiatalabbik pásztor. És a csónakkal bajlódó három fiú rémülten hallotta a rájuk vonatkozó harsány kiáltást. Utánok! És épp mikor ez a szó elhangzott, sikerült a csónakosnak a ladikot a vízbe taszítani s neki magának meg beleugrani. Rögtön meg is kapták az evezőket, és teljes erővel kezdtek a part felé evezni. Ács Feri ordítva adta ki a rendelkezéseket. – Vendauer, fel a fára! Utánuk nézni! – Pásztorék, ki a hídra, és jobbról, balról a tópartján keríts! Most úgy látszott, hogy be vannak kerítve. Amíg azt a négy-öt evezőcsapást megteszik, mely a partra viszi őket, addig a gyorsan futó pásztorok megkerülik a tavat, és aztán nincs menekvés, se jobbra, se balra. Ha pedig előbb jutnak a partra, mint a pásztorok, akkor a fa tetejére küldött őrszem szemmel tarthatja őket, és megmondja, merre menekülnek. A csónakból látták, amint Ács feri a lámpával a kezében futkosott a sziget partján. Aztán dobogás hallatszott, most rohantak ki a pásztorok a fahídon a szigetről. Mire azonban az őrszem felkapaszkodott a fára, ők partot értek. – Most kötött ki a csónak a parton! – süvöltött egy hang a fáról, s rögtön felelt rá a vezér mély hangja. Utánuk mindenki! A három pál utcai fiú azonban most már lélek szakadva futott. Nem szabad, hogy utolérjenek, mondta futás közben Boka. Sokkal többen vannak, mint mi. Tovább vágtattak úton gyepen keresztül, elől Boka, nyomában a másik kettő. Egyenest az üvegház felé tartottak. Be az üvegházba, lihegett Boka, s az üvegház kis ajtaja felé rohant. Az ajtó szerencsére nyitva volt. Besorrantak és elbújtak a nagy ciprusok mögé. Kün csönd volt. Úgy látszik, az üldözők elvesztették a nyomot. A három kis legény most megpihent kissé. Körülnéztek a furcsa épületben, melynek üveg tetején, üvegfalain beszűrődött a városi este halvány világossága. Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. Ők a balszányba voltak, s azon túl még az épület középrésze következett, majd a jobb szárnya véges végig, nagy levelű, kövér törzsű fák állottak nagy zöld dézsákban. Hosszú ládákban a páfrány és bibóza tegyészet. A középső rész, nagy kupolája alatt pedig legyező levelű pálmák meredtek felfelé. A délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt. Az erdő közepén aranyhalas medence, a medence mellett pad. Aztán megint manyóliák, babírok, narancsfák, óriási páfrányok. Csupa erős, folytó illatú növény, amely fűszeres szaggal tölti meg a levegőt. És a gőzzel fűtött nagy üvegcsardokban állandóan csúrgott, csöpögött a víz. Kop, Pantak a csöppek a nagy kövér És amikor egy-egy nagy pálma megzörrönt, a fiúk mindig valami furcsa délszaki állatot véltek látni, amely itt futkos, ebben a meleg, nyírkos, sűrű kis erdőben az zöld között. Biztonságban érezték magukat, és kezdtek azon tűnődni, hogy mikor fognak innen szabadulni? Csak ránk ne zárják az üvegházat. Suttogta debecsek, aki kimerülten ült egy nagy pálba tövében, s akinek jól esett a fűtöt, mert bőrig át volt ázva. Boka megnyugtatta? Ha eddig nem zárták be. Ezúttal se zárják be. Hát ültek és füleltek. Semmi hang. Itt senkinek se jutott eszébe keresni őket. Aztán fölkeltek és botorkálni kezdtek a magas polcok között, melyek tel is-teli voltak rakva zöld bokrocskákkal, szagos füvekkel, nagy virágokkal. Csónakos neki is ment az egyik polcnak, és beléje botlott. Nemecsek, szolgálatkész akart lenni. Megállj, mondta, majd világítok. És mielőtt Boka ebben megakadályozhatta volna, gyújtót vett elő a zsebéből, és rápöccentett az egyikre. A gyújtó fellobbant, és a következő pillanatban ki is aludt mert Boka kiütötte a kis szőke kezéből. – Majom! – szólt rá haragosan. – Elfelejtett, hogy üvegházban vagy, hiszen ennek a háznak a fala is üvegből van. Most biztosan meglátták a fényt. Megálltak és hallgatóztak. Valóban, Bokának igaza volt, a vörösingesek meglátták a fellobbanó világosságot, mely egy pillanatra az egész üvegházat kivilágította. S a következő pillanatban már hallatszottak a kavicson ropogó lépteik. Ők is a bal ajtaja felé tartottak. Hallották, amint Ásferiből megint kitört a hadvezér. Pásztorok a jobb kis ajtón, kiáltotta. Szebevics a középajtón, én meg itt. A pál utcaiak egy pillanat alatt elbújtak. Csónakos egy polc alá hasolt. Nemecseket pedig azzal a megokolással, hogy ő már úgy is vizes, belekülték az aranyhalas medencébe. A kis szőke állig bújt le a vízbe, s a fejét egy nagy páfránylevél alá húzta. Bokának már csak annyi ideje maradt, hogy a nyitott ajtó mögé állhasson. Ácsferi pedig bevodult kíséretével az ajtón, a lámpával a kezében. A lámpa fénye úgy esett az üvegajtóra, hogy Boka jól láthatta Ácsferit, de ez nem láthatta az ajtó mögé rejtőzött bokát. És boka. Jól megnézte a vörös inges vezért, aki csak egyszer látott közelről a múzeum kertben. Szép fiú volt Ácsferi, s most ragyogott a szeme a harcvágytól. túl. De csak hamar eltűnt előle, bejárta a többivel az utakat, s a jobb szárnyban a polcok alá is néztek. A medencében egyiknek sem jutott eszébe keresgélni, Csodakos pedig csak úgy menekedett meg a fölfedeztetéstől, hogy mikor az ő polca alá akartak nézni. Az a fiú, akit Ácsferi Szebenicsnek nevezett, így szólt. Ezek már rég kimentek innen a jobboldali ajtón. És miután ő arra indult, a keresgélés hevében a többi is utána szaladt. Keresztül vágtattak az üvegházon, s néhány tompapufanás jelezte, hogy ők se nagyon kímélték a serepeket Aztán kimentek, s újra csönd lett. Elsőnek csónakos bújt elő. – Papuskám, – mondta, – a fejemre dőlt egy cserép, csupa föld vagyok. És buzgón köpte a hobokot, amivel tele volt orra szája. Másodiknak, mint valami vízi szörnyeteg, nem bújt ki a medencéből. Szegényke megint csúrgott, csöpögött. S amint ő már szokta, Pétyergőre álló hangon padaszkodott. Hát én már egész életemben folyton a vízben leszek. Mi vagyok én? Béka! megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya. – Ne siránkozzá! – szólt rá boka. – És most gyerünk, hadd legyen már vége egyszer ennek az estének. Nem becseg sóhajtott. – De szeretnék már otthon lenni! – itt eszébe jutott, hogy milyen fogadtatásban lesz része otthon, ha meglátják a vizes ruháját. Hát kiavította, amit mondott. Ne nem is szeretnék olyan nagyon otthon lenni. Szaladtak vissza az akárcfa ahol bemásztak a dűledező palánkon. Néhány perc alatt elérték. Csónakos, fel is mászott a fára, de mielőtt rálépett volna a kerítés tetejére, visszanézett a kertbe. Ilyetten kiáltotta. – Ott jönnek! – Vissza a fára! – szólt Boka. Csónakos visszament a fára, s maga után fölsegítette két társát. Olyan magasra másztak, amilyen magasra csak bírta őket az ág. Bosszantotta őket az a gondolat, hogy épp most csípjék el őket, mikor már oly közel voltak a meneküléshez. A vörösinges csapat hangos trappolással érkezett a fához. A fiúk fönn némán koksoltak, mint három nagy madár a sűrű lombok között megint az a Pszebedics szólalt meg, aki az üvegházban is elbolondította előlük a csapatot. Láttam, amint keresztül ugrottak a kerítésen. Úgy látszik, ez volt a legostobább köztük, ez a Pszebedics. És mivel rendesen a legostobább egyszeres, mint a leglármásabb is, hát folyton ő kiabált. A vörös ingesek, akik ügyes tornászok voltak, egy pillanat alatt átvetették magukat a palánkon. Ács Feri utolsónak maradt, s mielőtt kimászott volna, elfújta a lámpát. Ugyanazon az akácfán kapaszkodott fel ő is a palánkra, amelynek tetejében a három madár fészkelt. Sőt, nemecsekről, aki még egyre csöpögött, mint valami lyukas eresz, a nyaka közé is hullott néhány kövér vízcsepp. – Esik az eső! – kiáltotta ács felé. Megtörölte a nyakát, és azután ő is kiugrott az utcára. – Ott mennek! – hangzott az utcáról s mind szaladni kezdtek, annak jeléül, hogy Szebenics megint tévedett. Meg is jegyezte Boka, ha ez a Szebenics nem volna, már rég a kezük közé kerültünk volna. Most már érezték, hogy végleg megmenekültek a vörösingesek ingesek elől. Látták őket, amint két csöndesen ballagó fiú után szaladtak az egyik kis utcán. A két fiú megijedt tőlük, és szintén szaladni kezdett. Nagy ordítás tört ki erre, és a vörös ingesek neki rohantak utánuk. A lárba messze halt el valami Józsefvárosi kis utcácskában. Lebáztak a kerítésről, és nagyot lélegzettek, mikor megint az utca kövezetét érezték a lábuk alatt egy öreg asszony baktatott arra felé, majd más járók elők jöttek. Érezték, hogy megint a városban vannak, s itt már semmi bajuk nem történhetik. Fáradtak, éhesek voltak. A közeli árvaházban, melynek ablakai barátságosan világlottak ki a sötét estébe, vacsorára harangoztak. De becsök didergett. – Siesünk, mondta. Megállj, szólt boka. Te lóvonatom, menj haza. -e? adok pénzt. A zsebébe gyúlt, de bennak a keze. Csak három krajcárja volt az eldöknek. Nem volt más a zsebében, mint három részkrajtszár meg a finom tintatartó, amelyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcárt, és odaadta nebeseknek. Csak ennyi van. Csónakosnál akadt még két krajcár, és a kis szőkének volt egy angyalos szerencse amit egy pilulás katujába hordott magában. Ez összesen hat krajcár volt. Ezzel fölült a lóvonatra. Boka megállott az utcán. Még mindig tele volt a szíve a gerébb dolgából. Szoborúan állott és hallgatott. De csónakos még nem tudott az árulásról semmit, tehát ő vidám volt. Ide figyelj, papuska! mondta, s mikor Boka oda nézett, megkapta két ujját a szájába, s fölrepesztő süvített. Akkor át, amekkorát csak tudott, aztán úgy nézett körül, mintha ezzel a füttyel jól lakott volna. <laughs> – Ezt már egész este tartogatta, – mondta vidámon, de most ki kívánkozott belőle, papuská? Karom fogta a szoború bokát, s azzal ennyi izgalom után fáradtan kezdtek a város felé ballagni a hosszú ülői úton.